Számtalan egészségügyi cikk, hír, információ, publicisztika uralja a nyári híreket, a nyári lapokat, az ezzel foglalkozó online portálokat. Mintha az egészségügy problémái egy kicsit csúcsosodtak volna ebben a máskor uborka szezonnak nevezett időszakban. Mai vendégünk a stúdióban Szakács László, országgyűlési képviselő, az MSP országgyűlési frakciójának vezető helyettese, aki egyfajta szóvivőként ennek a témának és a szakértőjének számít. Változott valami az idén nyáron, rosszabbodott a korábbiakhoz képest, és ezért látjuk ezt a rengeteg egészségügyel kapcsolatos hírt és információt és megszólalást, vagy pedig csak egyszerűen elért egy olyan szintet a probléma, hogy már ennyire bugyognak belőle a hírek. Köszöntöm én is a nézőket. Én úgy gondolom, hogy talán most tele lett a pohár és kicsordult. Ezt lehet látni az egészségügyet, ugye, szoktuk gondolni, hogy szoktuk mondani, hogy szervezni kell. Ebből most semmit nem látunk a jelenlegi kormányzatnak a működése során. Amit most működőképesnek látnak a betegek, esetleg az orvosok, az a korábbi régi rendszer romjaiban pislákoló egy-egy, szoktam mondani, 40 wattos izzó vagy egy-két szikra, és nem utolsó sorban egyébként az egészségügyben dolgozó végtelenül elkötelezett embereknek a nagyon-nagyon állhatatos munkája. Ettől működik most ez a rendszer. Ugye ebben a rendszerben, akár a finanszírozásban, akár ennek a szerkezetében, nagyjából egészében 10-11 éven nem volt semmilyen változás. Hát emlékezünk vissza, 2010-ben a Fidesz úgy nyerte meg a választásokat, hogy nem volt egészségügyi programja. Két évet vártunk a Semmelweis tervre, amiből aztán utána a következő kettő évben nem lett semmi. És hát a mai napon is a finanszírozás az nagyjából egészében a 2004-es, 5 ös alapokon kidolgozott teljesítmény rendszerben, német pontos rendszerben működik, ugye a járóbetegellátásban. Azt lehet látni, hogy a szerkezethez, a struktúrához azóta sem nyúltak hozzá, tehát a 73 ezer ágyból, ami ugye a fekvőbeteg ellátásról szólna, ebből 1700-hoz nyúltak hozzá az elmúlt 7 év alatt. És... Azt látjuk, hogy folyamatos azonban a forrásoknak a kivonása. Az első évben azért látszott úgy 2010-ben, 11 ben hogy itt, mintha egy kicsit több pénz lenne az egészségügyben, mert a korábbi kormány fölhalmozott valamennyi tartalékot az elkasszában, azt elégették. A következő évben rendeltek oda többlet forrást, na de többlet feladatot is, hiszen itt a rokkant ellátásnak a 300 milliárdja jelentott meg, és ezzel úgy, úgymond túlélték azt az évet, legalábbis azok, akik szervezték az egészségügyi ellátást. Aztán utána Államosították az egészségügyet, az összes egészségügyi intézmény, nagyon kevés kivétellel, ugye most már az állami központhoz, az állami egészségügyi ellátó központhoz tartozik, ez egy nagy monstre intézmény, ahonnan kellene szervezik az összes egészségügyi intézménynek az életét és a munkáját. Ezzel ugye még 100 milliárd forintot kivontak a rendszerből, hiszen a korábbi fenntartó önkormányzatok érdekeltek voltak abban, hogy jó egészségügyet nyújtsanak a választópolgároknak. És most már ugye az önkormányzatok nem tehetnek bele ennyi forrást, ez nagyjából egészében megint 100 milliárd forint, ami eltűnt. Tehát így lehet mondani, hogy éves szinten egy olyan 300-400 milliárd forint hiányzik magában, a magának a rendszernek az üzemeltetéséből. Minden évben nagyjában egészében egy olyan 100-120 milliárd forintnyi adósságot tervel ez a rendszer, amit mindig egy, egy hóvégi kölcsönként utána odaad a kormány az év végén, hogy addig fizessék ö, ki a, a beszállítókat. A szerkezetben nem történt változás, a béreket nem sikerült olyan szintre hozni, hogy vonzó legyen ez a szakma ma Magyarországon, és viszont innen vannak azok a, a hírek, megállapítások, tények, amelyekről lehet beszélni, hogy naponta három orvos és négy nővér az, amelyik el, elhagyja ezt az országot, azt, hogy Magyarországon nagyjából egészében olyan 300-320 házi orvosi praxis betöltetlen több mint fél éve, ez azt jelenti, hogy 1,2 millió magyar, 1 millió 200 ezer magyar, ha beteg, nem jut el orvoshoz, mert nincs. Nincs éppen, és 2 millió magyar pedig nem jut el időben a sürgősségi betegellátósztályokra. Na, innen jönnek azok a hírek ebből a rendszerből jönnek ki azok a hírek, amelyekre én kértem Balog minisztert, hogy hát cáfolja őket, hogyha tudja. Van még egy változás, vagy legalábbis amit változásnak lehet értékelni, nevezetesen, hogy mi korábban a problémákra, legalábbis azokra, amelyeket elismertek problémaként készült valami fajta megoldási javaslat, most, mint hogyha az egészségügy helyzetének megítélésében is egy szakadás következett volna be, mert vannak a kritikus vélemények, amit ön is képviselt, és a másik oldalon pedig arról van szó, hogy ez egy világhírű, világszínvonalú egészségügy. Hát a meglepettségemet, meg a, a, dühömet nem is akarnám leplezni ebben. Tehát aki ezt kimondta, ő neki javaslom egyébként, hogy menjen be valamelyik, akár vidéki noplán egyébként Budapesti rendelőintézetbe vagy kórházba, és akkor ott tud találkozni ő a, a, világszínvonalú, akár ellátással, akár azokkal a világszínvonalú kubatúrákkal, épületekkel, amelyek nagyjában egészében a, a, múlt század elején épültek, még a Szent János kórház, ahol a mai nap, hogyha mondjuk az egyik épületből a másikba át kell vinni egy beteget, mondjuk egy fekvő beteget, akkor azt csak akkor tudják megtenni mentő nélkül, ha nem esik az eső, vagy éppen a hó. Egyébként három mentő ott teljesít szolgálatot minden nap. Tehát, nagy, tehát ilyenek, ilyenek azok a viszonyok, amiket hát barokkos túlzással sem lehet világszínvonalúnak nevezni. Minden nap van valamilyen rossz hír, valamilyen tragédia, és ezt a kormány mindig kommunikációsan akarja túlélni. Hát nézzük csak meg az elmúlt heteket. Ugye, nyitott melkassal kellett volna egy szegény kislányt átvinni egyik kórházból a másikba, ugye a kardiológiai, kardiológiai intézetből kellett volna elvinni egy CT-vizsgálatra. Na most utána nem a rendszer szintű megoldását kereste a, a kormány, miután tragédia történt. Uh, ebben az ügyben, nem a rendszer szintű olyan megoldásokat keres, hogy ez soha többet ne történhessen meg, nem. Azóta, aki él és mozog a kormányzat környékén, az CT-ket vásárol. Szerintem most az összes e, ilyen orvosi műszereket gyártó cégnek az udvaráról a magyar kormány megveszi a, a komputer tomográfokat, ha kell, ha nem. Tehát ezeket meg kell tervezni, föl kell mérni, vannak olyanok, hogy helyi betegség csoport, ugye teljesen más mondjuk egy betegségnek az elborjázása, vagy éppen gyakorisága, mondjuk egy bányász környéken, ahol inkább a léguti megbetegedéseknek a kezelésére kell felkészülni, vagy éppen nagyvárosban, vagy éppen mondjuk a, az aprófalvas település részeken. Teljesen másképpen kell megszervezni az egészségügyet ezeken a területeken. Ezt tervezni és szervezni kellene. Ilyen ma nincs. Ma kommunikációsan akarja ez a kormány túlélni az adott napot. Egy dologban nem vagyunk biztosak, hogy a betegek túlélik-e. Tehát ők most úgy kormányoznak, hogy mint hogyha az egészségügy önmagában olyan lenne, mint egy beteg, akit nem akarnak meggyógyítani, csak ott, ahol a legjobban vérzik, oda mindig egy nagyobb tapaszt oda tesznek, és akkor például ebben az esetben CT-ket vásárolnak. Ez egy kapkodás, ez egy tervezetlen, szervezetlen, borzalmasan pazarló rendszer, amiből még ki is veszik egyébként a forrásokat. Kész csoda, hogy itt még működik valami. Ugye a baj az valószínűleg nagyon nagy, de most egy olyan időszak következik, amikor minden pártnak a választások előtt elő kell állnia valami fajta megoldási javaslattal, programmal. Hogy áll-e tekintetben az MSZP készül-e valami fajta átfogó megoldási javaslat az egészségügy problémáira, és mi ennek a Lényege. Vagy? Hogy, ne, hogy ne természetesen készünk hogy úgy gondoljuk, nem csak mi egyébként, a választók is úgy gondolják, mindig benne van az első hárommal, hogy hol látják a legnagyobb problémát Magyarországon. Az egyik az egészségügy, a másik az oktatás. És bocsánat, egy kitérőt azért itt hadd tegyek. Ez az, amiről például egyébként a miniszterelnök vagy a kormány szinte soha nem beszél. Mindig az ellenség képeiről beszél, meg hogy éppen melyik fotballstadiont, vagy, vagy építették újjá, vagy mi történt a, a, vizes világbajnokságon. De ami az embereket valójában érdekli, ez a kormány nem beszél róla, mert nem tudott benne eredményeket felmutatni. Mi úgy gondoljuk, hogy azokat az ellátásokat kell fejleszteni, amelyek a legközelebb vannak az emberekhez. le kell csökkenteni a várólistákat természetesen a műtétekre is, és ez, alapvetően pénz kérdése és műszerezettség, technika kérdése, nem utolsó sorban ugye, humán erőforrás, tehát orvos és ápoló kérdése is. Uh, viszont ez nagyobb részt hogy a pénzzel megoldható, ami szervezéssel kell megoldani, és uh, sokkal kevesebbe is kerül, az az, hogy az emberekhez közeleső olyan szolgáltatásokat, amikkel egyébként most nagyon sokan elégedetlenek. Miért kell egy vérvételre kettő hetet várni? annak az eredményére miért kell egy hónapot várni? Hogy létezik az, hogy betöltetlen házi orvosi praxisok vannak, és nem jutnak betegek orvoshoz? Tegnap éppen láttam egy tévéadást, hogy, hogy egy, ha mind a két orvos műt éjszaka Borsod megyei, Borsod -megyei. Borsod -megyei kórházban, akkor, akkor öt órát egy vérzőfejű kisgyerek az édesapjának az öleve. Ezek megengedhetetlenek. Az emberekhez közeleső szolgáltatásokat viszont, úgy kell felfejleszteni, hogy ott ne kelljen várakozni, a sürgős eseteket sürgősen kell ellátni, és mondjuk egy vérvételre is egy-két napnál többet ne kelljen várni, hiszen a, képalkotó diagnosztikáról is beszélhetnénk, tehát egy röngerre, egy CT-re, egy MR-re ne kelljen heteket várni, egy-két napnál többet semmire ne kelljen várni, ez szervezés kérdés, és nagyjából olyan 5-6 milliárd forinttal kerülne többe. Több pénzt kell adni azoknak a járóbeteg ellátó központoknak, amelyek most a kórházak mellett, vagy a kórházakkal közös kasszában, vagy éppen az önkormányzatnak a fenntartásában működnek. Ezeket a járóbeteg ellátó intézeteket most bünteti a kormány, mert rosszul finanszírozza őket. Oda több pénzt kell adni, és így euh, sokkal hatékonyabban tudják ellátni azokat a... Azokat a betegeket, akiknek nem feltétlenül kell rögtön kórházba kerülni, csak ugye a jelenlegi finanszírozás miatt a kórháznak az az érdeke, hogy mindig jól kihasználtak legyenek a kórházai. Tehát ne a finanszírozás határozza meg azt, hogy kikerüljön kórházba, hanem az orvos határozza meg. És hogyha el tudja látni járóbetegellátás keretein belül, akkor szerintem az a mindenki jobban jár, ezt pedig akkor meg kell fizetni. Ez egy komoly szervezési munkát igényel, és nem utolsó sorban pedig vonzóvá kell tenni ezt a szakmát, mi ezért mondjuk azt, hogy tovább kell drasztikusan emelni az orvosoknak a bérét. Az orvosokat nem kevés pénzért képzi ki a Magyar Állam, és tíz év alatt képzünk ki egy orvost. Hat év egyetem, négy év a szakvizsgáig, amíg egy szakkor volt, négy év, amíg kiképzünk egy szakápolót. Majd utána ezt az egészet veszni hagyjuk, hiszen ők nem Magyarországon fognak dolgozni, mert nem versenyképesek a magyar bérek. Ezért drasztikusan meg kell emelni az orvosok bérét, azonnal 50%-kal meg kell emelni az ápolóknak a bérét. Nem 2019. novemberében, ahogyan azt a kormány akarja, mert akkor már nem tudom, hogy lesz-e kinek megemelni a bérét, azonnal meg kell emelni, és ne felejtsük el a mentősöket. Ne felejtsük el a gazdasági dolgozókat, akiknek ugyancsak meg kell emelni a bérét, hogy vonzó legyen az egészségügyben dolgozni. Ma a szakember hiány, a technikai hátrányok a legnagyobb problémái. Magyarországnak ezen azonnali lépéseket kell -e betenni, tenni, mi ezért azt mondjuk, hogy évente nagyjából egészen 240-250 milliárd forinttal többet kell költeni az egészségügyre, és az, ember, az emberekhez legközelebb lévő ellátásokban pedig szinte ne legyen várakozási idő. Én úgy gondolom, hogy ez elégedettséget fog nyújtani, és a szervezet lesz, és nem kell majd azon pirankodnunk, amit mondjuk most éppen a kormányzat mondott, hogy normálisan működne az egészségügy, akkor 32 ezerrel kevesebben haltak volna meg. Gondoljunk bele, az egy kisváros. Igen. Korábban szó volt a gyógyszerek kapcsán is egy ígéretről a nyugdíjasok felé. Ez benne van -e még a program elképzelések között? Hogyne természetesen benne van. Nyilvánvalóan ki kell azt is, hogy bontani, tehát 65 év felett ugye mindenki kapja meg ingyenesen a gyógyszereket, el lehet azon gondolkozni, hogy érdemese is lehet -e szélesíteni ezt a kört, krónikus betegségekre, gyermekekre lehet -e, hiszen ők azok, akik a legjobban kivannak téve egyébként az egészségügyi ellátórendszer, vagy éppen a gyógyszereknek a hozzáférhetőségéhez. Azt kell megtenni, ami a lehető legigazságosabb ebben a rendszerben, és azt kell megtenni, hogy minél több embernek az egészségét meg lehessen őrizni. Természetesen az van, csak azon gondolkozunk, hogy meddig lehet ezt szélesíteni. Képviselő úr, köszönjük szépen az információkat. Remélhetőleg erre még visszatudunk kanyarodni később az ősz folyamán, ahogy a programalkotás is halad előre, lehetőleg minél konkrétabb ígéretek meghallgatásához. Állok rendelkezésre, nagyon szépen köszönöm a meghívást.